Mákó Miklós és Kravcsik Ibolya zenetanárok Purcell szonátájával, a gitárzenekar tagjai pedig Offenbach Barcarola című darabjával nyitották meg az idei Pollák gálát Tahitótfaluban. A sportcsarnok zsúfolásig megtelt az érteklődőkkel. Dr. Sajtos Sándor polgármester ki is emelte ezt köszöntőjében. Szerintem ma ezen a Pollák gálán csúcsot döntünk a tekintetben, hogy ilyen sok embert még nem láttam a nézőtéren. Ez egy nagy öröm, és köszönöm önöknek, hogy ezt elfogadták a meghívást, és itt vannak. Más szempontból is különleges az idei gála. Nemrég derült ki az, hogy kiemelkedően magas, 45 a beiratkozott első osztályos tanulók száma. Így két első osztály indul szeptembertől. Továbbá az is nagy öröme az iskolának, hogy egyben marad a leendő 5. osztály. Talán hosszú évek óta, és a régebben itt dolgozó pedagógus kollégák meg tudnak ebben erősíteni, az első olyan évet írunk, amikor Tahitótfaluból, negyedik befejeztével lassan, senki nem jelentkezett máshova, 8 osztályos gimnáziumba. Nagy öröm és nagy köszönet ezért a testületnek. Zakar Ágnes iskolaigazgató elmondta, a nagyszabású rendezvény előtti napokban egy-két pillanatig kételyek merültek fel benne, hogy kell-e ez a nagy felhajtás, kell-e a gála. Igen, kell. Miért fontos a Pollák gála? Azért, kedves vendégeink, hogy meglássák azt, ma itt 8:30-ig, mindegy 2,5-3 órában, hogy milyen remek iskolába járnak gyerekeik, hogy milyen remek iskolája van Tahitótfalunak. Az igazgató megnyitó beszédében kitért arra, hogy egy kiállítás is gazdagítja a rendezvényt, amelyet erre az alkalomra rendeztek be a sportcsarnokban. A kiállítást is nagyon szívesen ajánlom figyelmükbe. Itt olyan műveket is láthatnak, amelyek országos győztesek már, a Redesign például, és engedélyt kaptunk, hogy a kiállítás kedvéért csak hétfőn szállítsa el Princné Bérci Krisztina kerámia művész a tárgyakat, de ugyanakkor a kerámia szakkör, a tűzomán szakkör és a rajzórák termékeit is láthatják, valamint kiváló rajzművész tanáraink, Bádonyi Kinga, Vegroszta Gyula, Princné Bérci Krisztinának a műveit, de a kisebbeknek a szőteseit és még rengeteg minden. A megnyitó beszédeket követően az alsó tagozatosok léptek színpadra. A második bések 3 verset mondtak el. Majd az iskola énekszakkörösei, a zenebutik tagjai magyar, angol és francia népdalokat adtak elő. Marton Szilvia és Dénes Manka zongorán játszott tanárával, Graczl Erikával. Az idei gála korszakalkotó volt abból a szempontból is, hogy 120 néptáncos szerepelt a műsorban. Ugyanis ettől a tanévtől az első 3 évfolyam órarendjébe be tudták illeszteni a néptánc foglalkozást. Ennek a hozadéka már is érezhető volt. A gálán először a legkisebbek, az első osztályosok tartottak néptánc bemutatót, Felvidéki játékfűzés címmel. Tampu Márius magyar népmesét, Nagy Kozár Petra egy prózai darabot adott elő, és két kamarazenei formáció is színre lépett. A kicsik szerepléseit Bauman Loretta tanítványai zárták ritmikus sportgimnasztika bemutatójukkal. Zakar Ágnes iskolaigazgató a Pollák gálát utólag értékelve elmondta, egy nagy összefogás eredménye volt a rendezvény sikere. Nagyon büszkék lehetünk magunkra, mi az iskola közössége, ugye itt elsősorban felkészítő tanárok, és nyilvánvaló, hogy a gyerekek, de ott álltak a szülők a háttérbe, az önkormányzat rengeteget segített, hiszen a kiállításnak a tárgyi feltétele, meg maga a gála helyszíne is
az önkormányzatnak köszönhető, hogy berendezik a sportcsarnokot, egy gyönyörű molinónk van. A legkisebbek szereplését követően egy hazafias blokk került műsorra. Smetana Hazám című ciklusából Berenc Lili és Magonyi Boglárka játszotta el a Moldva című darabot. Argyalán László részleteket mondott el Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből. Aki harcol, se nem érez, se nem gondolkodik. Csak akarata van. A második osztályosok Mezőföldi eszközös című táncbemutatója nagy sikert aratott a közönség körében. Az iskola népdalcsoportja Sárközi Karikázó címmel adott elő egy dalcsokrot. A legénebb lányhoz járni nem tilos, ez a bajor ennivaló, nem csizmára kennivaló, a szép kislány arra való, este reggel csókra való. Horváth Gábor, 7. B és Ciller Richard, 7. A osztályos tanulók saját fogalmazásaikat olvasták fel, Gondolatok a hazáról címmel. Nagyon sok ember megy el tőlünk külföldre, és ez bizony problémát jelez. Azt jelzi, hogy valamin változtatni kell. Sokszor elgondolkozom, amikor a tesómat visszük be Budapestre, hogy mennyire vagyunk még magyarok. Sokszor csak rápillantok egy táblára, és az első szó, amit meglátok, az angol de. A harmadik osztályosok moldvai táncokat mutattak be a hazafias blokk zárásaként. Az előadott koreográfia az Ördög és Angyal címet kapta. Ami még nagyot szólt és újdonság volt, hogy a néptáncot bevezettük a kicsinyeknek, beleépítettük az órarendjébe. Kiváló néptánctanár Pukri Gabi készítette fel. Az összes elsős a színpadon állt, majd az összes másodikos és az összes harmadikos. Tehát a Pukri Gabinak iszonyú ereje volt megtanítani és minden gyereket a színpadra állítani, és a szülők arca mindent elmondott, ahogy nézték a produkciót. A szünet után zenés színházzal folytatódott a Pollák Gála. A Brémai Muzsikusok című darabot a 7. évfolyam németesei és a Hegedű zenekar mutatta be. Ich bin ein alter Esel. Ich habe lange Jahre diese Ketzung Mühle tragen. Volt most egy nagyon egyedi előadás, a Brémai Muzsikusok németül, jelmezbe öltözve a gyerekek, és Kürtösi Zsolt és Marosi Ágnes zenét szereztek hozzá, amelyet a Hegedű zenekar játszott el. Úgy érzem, hogy ez szinte egy ilyen premier előadás volt. Du schreist wie am Spieß. Was ist mit dir los? Meine Hausfrau wollte mich morgen in der Suppe essen. Heute Abend kommt die Köchin und schneidet meinen Hals. Schrei nicht so laut, du Rotkopf. Komm mit uns nach Bremen. Wir werden Stadtmusikant. Komm mit.
A hatodik osztályos tanulók felidézték a március 15-i ünnepi pillanatokat. Részleteket adtak elő a műsorukból. Az iskola egyik büszkesége Fiszl Antal Sebestyén, akinek az éneklését most is nagy szeretettel hallgatta a közönség. Rózsa nyílik, szegfű ajlik, szeretőmnek szava hallik. Ezt tudom, hogy egy iskola életében és a nevelésnek nagyon fontos része a népzene és a népdal. Népdalban pedig Kökényi Kravcsi Kibolya állított színpadra egy gyönyörű népdalcsokrot, és természetesen az énekkart, de ha már a népzenénél vagyunk, akik majd a Dunakanyari Népművészeti versenyen, ami közeleg megmérettedik magukat, ugyanúgy, ahogy egy másik kiváló népdalénekesünk, aki a jövő tehetsége Fiszl Antal Sebestyén már az izbégi népdal versenynek a aranyfülemüle díját elnyerte. Neki mondjuk a Kökényi Kravcsi Kibolya mellett egy profi népdal tanára felkészítője, tehát ilyen előnyben van Tóbi. Haj utána udvar elszik, kirókut már egész helység, sok anyának keserűség. Két angol nyelvű kisfilm is készült az alkalomra. A Naprendszer című filmet a hatodik osztályos haladó angol csoport készítette. A hetedikesek pedig Szerencsekerék címmel forgattak filmet. Let's spin the wheel! A filmek után két zongoradarabot hallhatott a közönség. Kupic Szabó Sarolta és Perényi Blanka egy négykezes darabot játszott, Hannikainen Méla Bús keringőjét, majd Baffia Boglárka Bartók Allegro Robusto című művét játszotta el. Az igazgatónő elmondta, idén több mint 500 000 forint tiszta bevétele volt a Pollák gálának, amiből a gyerekek kívánságára a nagy épületbe pingpongasztalt vásárolnak. A bevétel nagyobb részéből pedig a Népház udvarán lévő sportparkot bővítik az igények felmérése után. Heim Vivien, hetedik osztályos tanuló, Grecsó Krisztián, Anyám első süteménye című írását mondta el. Anyám is lere. Elég ennyit mondani a családba, és mindenkinek huncut mosoly húzódik a szájára. Összevillanak a szemek. Anyám is lere szűz volt. Pontosabban, édesanyám volt érintetlen korábban a cukrászkodástól. Vidám táncos produkciókat láthatott a közönség. A Pink Panthers akrobatikus rock'n'roll táncsport egyesület Tahitótfalui csoportjától. She works the nights by the water. So far away from my father's daughter. A Pollák Gála utolsó produkciója a tanári zárószám volt. Az iskola pedagógusai Benny King Stand By Me, Állj mellém című dalát adták elő. Azt mondja, nem számít, hogy ki vagy, nem számít, honnan jöttél, nem számít, merre tartasz az életed során. Nem számít, mennyi pénzed van, nem számít, mennyi barátod van. Egyszer eljön a pillanat, amikor szükséged lesz valakire, aki melletted áll. When the night has come and the land is done and the moon is the only light we see, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by
by me. Oh, stand by me. Itt a gálának a forgatókönyvét tartom a kezembe. Ugye 29 szám volt a tanári zárószámmal, amivel nagy sikert arattunk, hiszen olyan kiváló zenészeink vannak, mint Bárko Miklós trombita művész, Kürtösi Zsolt a fonónak a bőgőse, Orosz Attila, aki ugye a country zenében nagyon mozog, nagyon otthonosan mozog, és Kökénik Lacsi Kibolya, akit már említettem, és ők kísérték a Stand By Me dalát, mi pedig a vokál voltunk ezzel a három szóval ezt ismételgetve, de komolyra fordítva a szót, ugye itt az volt a lényeg, hogy arra kérjük a szülőket meg az iskolát, hogy mindig álljanak mellénk, úgy tapasztaltuk a gálán. A bevételből is, a jelenlétből, a lelkesedésből, hogy mellettünk vannak. És a gálának ez a legfontosabb üzenete, a szülők és a falu közössége, hogy az iskola mellett van. Darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me.